Hello! Szevasztok! Sziasztok! Bizújság! Csácsóvi csőtészt a csoki! Hello srácok, figyeljetek, végre megszabadultunk attól a gyekergős széktől. Keeper szerzett be egy gamer széket. Jaj, de nagyon örül neki. Jaj, hajnali 10:30 van, de már itten készítem a videót. Csináltam nektek valamit, srácok. Hát remélem, hogy örülteni fogtok. Nem tudok beszélni! Olyan izgatott vagyok minden egyes videóban, amikor szeretnék mutatni nektek valamit. Ki kell fújni magam, rendesen lefáradtam, ide becsültem ezt a széket. Ezt a jó kis gamer széket, tudjátok, a Keepernek volt ez a nagyon recsegős. De tényleg nem ez a lényeg, ne haragudjatok, hogy ezzel húzom az időt. Most ez lenne, meg szeretnék mutatni nektek valamit. 3 órán keresztül dolgoztam, hogy ezután kulturáltabb, igényesebb formában tudjuk tesztelni a gépeket, és egybe egy ajánló is lesz. Hogy gyerekek, annyi mindent lesz ebbe a rövid videóba, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Először is ide nézzetek, srácok, hát mit hozott nektek ide a Keeper bácsi, várjatok. Így, na még ezek, mik ezek? Hölgyemények, lányok, akik egy modpakba szerepelnek, és ezt meg kell, hogy mutassam nektek, meg igazából meg kell mutatnom mindent, mert csináltam egy teljesen új, teljesen átszabott tesztpályát, ahol kulturáltabban, igényesebben fogjuk tudni tesztelni a járműveket, de meg kell mutatnom gyerekek, hogy mi történt itt, meg itt vannak járművek, amiről mindjárt beszélni fogok, mivel a következő videóban hatalmas nagy talajfizika tesztet fogunk végrehajtani, de erről is akarok beszélni, egy csomó mindenről akarok beszélni, meg belelóg valami itt a képernyőbe, jaj! Na, figyeljetek, itt vannak a szekusok, öcsém, gépfegyverre mindennel, így védik a izét, védik a rendezvényt, oda nézzé, fapofával. Itt összeverődtek már a népek, nagy buli van, indulni fognak a különböző tesztek, hát a leányzók azok lenge ruhába, még az esőbe is, mert ezeknek nem számít semmi, főfázik a veséjük, akkor sincsen semmi gond, oda nézzé, hallod? Hello baby, sziasztok, mi újság van, remélem a YouTube az nem fog, rácsapjuk a seggére? Nem lehet, várjál, zseblámpával rávárják a seggére, nír? Na. Azt a böcsém. Teli hold van gyerekek ma a izébe, farming szimulátorban, van itt minden is, de amint még érdekes, ezt meg akarom mutatni, mindjárt körüljárjuk a dolgokat. Hello, szia, cica, bizújság van, vallatás van, te meg mit keresel itt? Hát jöttek ide csávók is, megnézi, hogy éppen mi folyik itt Gyöngyösön, meg oda nézzetek, meg van tümmedve az öreg, az már issza, hát ezt meg kell mutatnom nektek gyerekek, issza az aranyászokat, lássátok-e? Itt a csajci az meg már dobta magát, mert már úgy gondolja, hogy itt már mindennek vége. Nagyon izgulnak, hogy induljanak a különböző tesztek. Itt hozzák a tálca aranyászokat, mert miért ne? Azért van itt. Itt van a Keepernek a helye, ide szoktam én leülni, aztán akkor nézem, hogy éppen mi történik, ha épp nem tesztelek. Meg ugye a lányok azok itt nagyban nyomják. Hát oda vannak a traktorosokért, a csajcik, igen. Hát ezeket a lányokat többet mutogatom szerintem majd ide, traktorokat ezután, nem igaz, kacok, odané, vannak ám itten. Hoppá, ő meg kéri az aranyesőt, remélem senki nem értette, hogy mire gondolok. Na, figyeljetek, hoztam ide pótokat, hogy ezután normális körülmények között tudjuk tesztelni a különböző típusú járműveket. Ugye különböző súlyúak ezek a pótok, próbáltam úgy megoldani, kaptam egy nagyon jó ötletet, és nagyon szépen köszönöm annak a fölhasználónak, annak a nézőnek, aki megírta, hogy használjak forgózsámolyosokat, mert akkor nincs az a probléma, hogy különböző módon terhelődik rá a súly, ugye a hátsó kerékre, és nem fogja kiemelni a gépeket, és ez egy nagyon-nagyon nagy ötlet, köszönöm szépen, így ugye nem lesz egy ilyen befolyásoló tényező. És emiatt a legnagyobb pótok, ez egyébként egy nem is tudom mennyi, egy 40-valahány köbös pót, és ezt is dollival használjuk, így akkor nem, tényleg nincs az, hogy kiemeli ugye a gépeket. Ez pedig egy 80 köbös pót megragva, úgyhogy ez is itt fog rendelkezésre állnunk, és mindig azt fogjuk használni, amit kell. Egyébként megpróbáltam nagyon sokat tököltem vele, nagyon igényesre megcsinálni. Itt megfigyeljetek a csajci, fáj a lába, nem tudod tegyüli lábod, de a csávó az viszi. Szekus az itt van mellette, ez valami cölöbb lehet, én úgy gondolom. Nehogy koszos legyen, sáros legyen a láb, így viszi. Itt le van aszfaltozva, ezután tök igényesen meg lesz oldva a dolog. Én ennek nagyon örülök. Egyébként ezt a modpakot beraktam a leírásba, hogyha valaki akarja használni ilyen dekorációnak, akkor nyugodtan csapja be. Lehet lerakni ilyen emberkéket, ami szerintem tök jó. Na, úgy van megoldva most már a test map,
hogy van külön szántott rész, és van külön kultivált rész, hogyha nagyon extrém igénybevételnek akarjuk kitenni a gépeket, akkor rá tudjuk vinni a szántásra is, de igazából ez a homogén kultivált rész szerintem tökéletes. Nagyon gyorsan megmutatom fölülről is, hogy mégis mi folyik itt Gyöngyösön. Így lett megoldva, ugye az zászlókat azért raktam le, mert itt tudunk majd viszonyítani, hogy melyik meddig húz. Egyébként itt is van egy csávó, kisétált a házból, ott van, áll a köntösébe, meg itt van egy indián, ő várja itt, hogy éppen beérkezzenek a versenyzők. Nagyon szépen kulturáltan, tényleg szépen sikerült szerintem összehozni, igényes lett az egész projekt. Ugye a különböző pótoknak köszönhetően tényleg most már tudunk mindent is csinálni. És a legelső teszt az nem lesz más. Azért hoztam ide a gépeket, mert a következő részbe, most ezt egy modtesztként akarom feltölteni, és az új tesztpálya bemutatóként, szóval lehet, hogy nem fogom belekeverni, sőt biztos, hogy nem fogom belekeverni. Hát az a csaj az meg már nagyon el van, jó, vagy tépi le magáról a gödzöt. Gyerekek, itt meg nézi a távolba, mit látsz? Ó, igen, ott vannak a challengerek. Hát ez biztos nagy challenger a góleány. Hát ez meg a flagbaság minta példája, itt meg jaj, de boldogság van. Juhúúúú, challengereket fogunk tesztelni. Na, és akkor, igen. És akkor a következő részben várlak benneteket, csinálunk egy olyat, hogy kipróbáljuk, megnézzük, hogy mennyire valós a talaj fizika a játékban. Tehát mennyire befolyásoló tényező az, hogy milyen kerék van egy járművek. Ezek a járművek pontosan ugyanolyanok, kivéve annyit, hogy minden egyéb másfajta kerék van. Itt vannak emelkedő sorrendben a különböző effektív, talán jobb kerekek. Itt van ugye a szűk kerék, itt van a normál keréksúly nélkül, itt van a normál keréksúlyjal, itt van a széles kerék, látjátok, hogy ez egy ilyen böszbeszéles, hát tudom talán még jobban látni. Itt van a széles kerék keréksúlyjal, és itt van a dupla kerék. Ezeket a kerekeket fogjuk letesztelni a szakadó esőbe, ezen a pályán, hogy melyik fog a legjobb tapadást biztosítani. És hogy tényleg a talajfizika az nem csak egy humbuk. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem a következő részbe. Ez tényleg csak a pályabemutató lett volna, és ennek a módnak a bemutatója. Ne haragudjatok, hogy ilyen rövid ez a rész. Egy kicsit így talán promóciónak is szánom a következő részhez, ami még ma ki fog kerülni, és akkor le fogjuk tesztelni, hogy melyik tapadás fog, melyik kerék fog a legjobb tapadást biztosítani. Remélem, hogy tetszik a pálya, elég sokat dolgoztam rajta, már lehet, hogy annyira nem is látszik. Nem hiszitek el, de megpróbáltam fölvenni, csak én hülye, nem vettem hangot. Megvan körülbelül 3 órás videó, amiben úgy gondoltam, hogy veletek együtt csináljuk ezt a pályát. Csomót röhögtem egyébként, meg minden tök frankó volt, aztán nem vett hangot. Úgyhogy cseszhetem az egészet. Na, srácok, akkor ez lett volna ez a modteszt és a pályabemutató, a tesztpályabemutató. Nagyon szépen köszi a figyelmet, még ma érkezni fogok mindenképp, összehasonlítjuk a különböző gépeket. Esetleg, hogyha van ötletetek, azért is gondoltam, hogy ezt előre feltöltöm, akkor írjátok meg, hogy még mit teszteljük. Az a lényeg, hogy azért ugyanolyan gépeket kéne letesztelni, vagy esetleg még a gumihevedert is megpróbálhatnánk, de nyugodtan írjatok. Remélem, hogy ez így bejön nektek. Írjatok nyugodtan véleményt, hogy a pályával kapcsolatban még mit lehetne esetleg csinálni. Én nekem egy ötletem van még, amit lehet, hogy be fogok vezetni. Az pedig nem lesz más, mint hogy a pálya az emelkedő felénél körülbelül, azért is állítottam ide azt a sávot, ott látjátok, hogy itt kellene egy megállást és egy elindulást csinálni a mapon. Tehát akkor az úgy működne, hogy itt meg kell állni a gépnek, és újra el kell indulni. Ez is egy teszt lehetőség lenne. Na gyerekek, én leülök ide a szokott helyemre, iszok egy aranyászokot, várom a kommenteket, hogy még mit lehetne tesztelni, mi a véleményetek erről az egészről, és köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, csácsói csötészt!